2015 óta kézilabdázik a Csurgó csapatában, tavaly ott volt az EB-n talán Dusevajev válogatottjában, most pedig eljött a légiós ugrás ideje számára. Faluvégi Rudolf a nyártól 2 évre a francia bajnoki tabellán második, egyébként BR résztvevő Nanthoz szerződött. A váltásról kérdezzük a játékos. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Rudi, ez amolyan derültékből pottyant lehetőség volt, vagy már nagy erőkkel dolgoztatok a külföldre szerződésen? Szóval el akartál menni mindenképpen nyártól? Nekem ez egy nem titkolt régi célom volt, évek óta dédelgettem ezt az álmot, hogy majd egyszer külföldön is kipróbálhatom magam, és ott építhetem tovább a karrieremet. Hát így a szerződésem lejártának közelettével ez ismét egy ilyen időszerű kérdés volt, hogy felmérjük, hogy hol tartok, eljött-e már az a pont, hogy esetleg külföldre lehet tovább lépni, vagy még itthon kell tovább pallírozódni, de örülök, hogy ilyen jó lehetőségeim vannak, és folytathatom onnan. Na most mondhatjuk, hogy van azért ebbe valamennyi elégtétel is számodra ebben az erős nemzetközi elszerződésben? Természetesen, hát ez egy nagy fegyvertény. Nehéz időszak is van a hátam mögött, ugye említetted te is az EB-t, ami nem feltétlenül sikerült a legjobban. Utána elég nehéz időszak volt, idén sérülésekkel is küzdködtem, szóval azért az, hogy nem egy optimális időszak van a hátam mögött, és mégis, ahogy te is mondtad, talán egy, akkor nevezhetjük derültékből, de egy ilyen jó lehetőség van most a kezemben, ezért természetesen elégtétel, de abszolút motiváció abban is, hogy tovább haladjak ebben az úton, mert úgy látszik, hogy mégiscsak jól csinálunk valamit. Igen, ez egy pozitív visszajelzés mindenképpen, meg hát ugye arra gondoltam, hogy talán Dusevajev mégsem tévedhetett akkor át, amikor elvitt erre az EB-re, ami után ugye azért egyfajta bűnbak lettél te sok idősebb játékos szemében, ezt gondolom érzékelted, ugye? Hát nézd, ez egy, ahogy mondtam, nehéz időszak volt, de én tisztában voltam azzal, hogy az EB-n mehetett volna sokkal jobban is a játék. Én mindent megpróbáltam megtenni az edzőnek az elképzeléseit megvalósítani. Talán ebben már át is estem a ló túloldalára, és megfeledkeztem a saját játékstílusomról. Általában én lendületesen, kapura törően szoktam játszani. Úgy sajnos teljesen elmentem ebbe az irányba, amit a talánt várt tőlem, hogy szolgáljam ki a többieket. Nem voltam még kész valószínűleg erre. Lehet, hogy ő látta bennem azt, hogy egyszer évek múltán lehetek majd egy olyan jó játékos, amilyenekhez ő van szokva, amilyenekkel dolgozott és dolgozik most is a nagy csapatainál, de nem álltam még készen rá, viszont az események, amik az elmúlt egy évben történtek velem, azért játékosként és emberként is rengeteget hozzám tettek, szóval úgy érzem, hogy ha bennem van az, hogy egyszer egy nagyon jó nemzetközi szinten kiemelkedő játékos lehessek, akkor rajta vagyok azon az úton, aztán dolgozom tovább érte. Hát igen, Rudi, aki dudás akar lenni, szokták mondani. Na most, csak egy érdekes gondolatkísérlet. Ha mondjuk hívott volna most a Szeged is a Nant mellett, akkor hezitáltál volna? Hát, mivel hogy nem hívott, azért ez a kérdés föl sem merül. Az igazság, hogy reálisan nézve a saját dolgomat, nem is fertőztem a saját gondolataidomat a Veszprémmel és a Szegeddel. Alapvetően a Csurgóra és a külföldi lehetőségre koncentráltam. Kíváncsi voltam tulajdonképpen arra, hogy milyen visszajelzést kapok külföldről, hogy hol tartok ebben az említett munkafolyamatban, fejlődésben, mint játékos. És mivel biztosnak éreztem a fejlődésemet itt Csurgón, nem nagyon gondolkodtam azon, hogy esetleg itt az országon belül váltsak. Természetesen, hogyha mondjuk megkeresi az embert a Szeged, akkor nyilván felborul azért az asztal, de ez nem történt meg. Én úgy egyeztem meg a Csurgói elnökünkkel is, aki hál' Istennek mindenben támogatott, és támogat a mai napig, hogy amennyiben a külföldi visszajelzést azt hordozza magába, hogy még nem állok készen, akkor itt Csurgón folytatnám a karrieremet, és dolgoznék. Na most, irányítónak szerződtettek elsősorban, mert ugye az is szóba került, hogy te balátlövőként is bevethető vagy, és valamiért, és ezt mindjárt elmondod, szakmailag fontos neked az, hogy megvan ez az átlövő poszt lehetőség is, igaz? Természetesen. Én úgy láttam, hogy ők nem nagyon foglalkoznak egyébként ezzel az irányító balátlövő kérdéssel.
mivel hogy a játékosaiknak a nagy része, aki jobbkezes és belső poszton fordul meg, az körülbelül hasonló fizikai adottságokkal bír, tehát ilyen 1,80 vége és kicsi 1,90 centig. Viszont minden játékos ebből a kategóriából nagyon dinamikus, állati erősek, nagyon agilisan játszanak, szóval szerintem az érvényesülésem kulcsa az inkább ebben van, mint sem, hogy azt keressem, hogy éppen irányító vagyok, vagy átlő vagyok. Sajnos én is korábban kicsit túl sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, aztán éppen csak azzal nem, hogy ezt az agilitást, ami egyébként engem nagyon jellemzett kiskorom óta, azt a pályán megmutassam. Szóval igazából játszani kell a saját játékomat, az pedig a csapatnak a szolgálatába állítani, és akkor nem lesz probléma. A lehető legtöbbet ki tudom majd venni az időből a pályán, amit csak tudnak. Na most nézzük a Nantot. Ugye a legutóbbi VB gólkirály Veszprémből is jól ismert Macedon Lazarov is veled együtt érkezik majd Nantba. Milyen gárda formálódik itt, és egyáltalán személyes viszonyod a francia kézilabdával fekszik-e neked ez a stílus? Hát ez most elég nehéz megmondani, egy év múlva biztos, hogy már többet fogok tudni erre a kérdésre válaszolni. Annyit elmondhatok a csapatról, hogy most persze itt, ahogy az első alkalommal felvetődött a Nant neve, sok meccsüket megnéztem. Nagyon egységesnek tűnik, ez főleg védekezésben látszik, támadásban nem nagyon bonyolítják a dolgokat. Ahogy említettem az előbb, nagyon agilisak, meg rátartian játszanak. Szóval ez a francia fizikális játékmód, ez látszik rajtuk, de ilyennek tartom magam is. Szeretem a gyors játékot, de egyáltalán nem viszolgok attól, hogy erőszakos közegbe játszok. Szeretem azt, hogyha van kontaktus, szóval szerintem ezzel nem lesz gond. Ami kiemelten fontos, szerintem, hogy ebben a jó csapategységben, ami látszik azért rajtuk, mivel nagyon sok meccset, amit láttam most itt a utóbbi BL meccsük is, például hátrányból fordítottak meg, látszott rajtuk azt, hogy együtt vannak, egy irányba mennek. Ebbe a csapatba azért fontos lesz beépülni, aminek azért a francia nyelv is egy löketet adhat, szóval most gőzerővel neki kell állnom tanulni. De az mindenképpen plusz motivációs segítség lehet, ahogy említetted a Lazarovot is. Ilyen patinás csapattársak lesznek, több válogatott játékosuk van, meg aki nem válogatott, az is elképesztően rutinos a francia bajnokságba edzett. Na most, minden nagy kihívás rejt persze kockázatokat is. Nem tartasz-e a császár szindrómától? Ugye Császár Gábor a Paris Saint-Germainben kapott kevés játék lehetőséget, aztán el is ment, és végül is Schaffhausenben megtalálta a helyét. Hát, te is megmondtad, hogy Schaffhausenben megtalálta a helyét. Ez igazából a lényeg. Nem jöhet össze minden lépés. Erre pedig a csurgói igazolásomat tudom felhozni, ami ugye most másfél év volt, lehet, hogy nem volt mindig fenékig tejfel, és voltak időszakok, de itt vagyok másfél év után. Ugye mondhatjuk, hogy a célomat, amit előtte kitűztem, hogy a csurgó falain belül dolgozzak, és utána egy külföldi, hát mondhatjuk, hogy top csapathoz, de egy jó csapathoz tovább igazolhassak, azt végül is elértem. Szóval mondhatjuk, hogy a csurgói munka az teljesen sikeres volt, még akkor is, hogyha nehéz időszakok is voltak benne. Szóval az a lényeg, hogy bármilyen célra is érkezek Nantba, lehet, hogy lesznek nehéz időszakok, főleg az elején biztos, hogy azért keresni fogom a helyemet, de amennyiben elérem a célomat, akkor nem lesz semmi gond, és ez az időszak is egy pozitív lesz. Nyilván a Nant nem a PSG, de úgy gondolom, hogy természetesen ennek a kalandnak is lesznek nehézségei. Hát ezekkel kell majd megküzdenem. Remélem, hogy menni fog. A végén hadd kérdezzem, hogy a Nant közegéből vajon könnyebb lesz-e visszakerülni a magyar válogatottba, ráadásul az új kapitány Ljubomir Vranjes látókörébe betörni, mint mondjuk, hogyha az NB1-be maradtál volna? Hát nem hiszem, hogy ezen múlna, viszont úgy gondolom, hogy a fejlődésemnek biztos, hogy jót fog tenni az, hogyha most környezetet váltok. Azért ott a keményebb mérkőzésekből nagyobb szám fog majd jutni, hál' Istennek rám, mert úgy gondolom, hogy itthon is szem előtt lennék, hiszen a kapitány biztos, hogy most hazajön és először fölméri a hazai bajnokságba a játszókat. Én inkább arra fókuszálok, hogy a saját játékomat megtaláljam,
egy évvel ezelőtt azért bekövetkezett egy törés minden szinten, ami talán még teljesen most se lett kikalapálva. Ezen dolgozom, remélem, hogy sikeres lesz, és utána pedig visszatérhetek önmagamhoz, ez pedig akár az új kapitánynak is imponálhat. Hát kívánom, hogy minden alakuljon így. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, Rudi. Szia! Sziasztok!